A 70-es évektől folyamatosan nő a merrákkal diagnosztizáltak száma. Ez a nők egyik leggyakoribb megbetegedése. Egyes adatok szerint átlagosan minden hetedik nőben kialakul. Éppen ezért a 20 és 39 év közötti korosztálynak 3 évente ajánlott szűrővizsgálatokra járni, a 40 év felettieknek azonban minden évben javasolt. Az emlőrák kialakulásának rizikóját növelhetik hormonális, életmódbeli és környezeti tényezők, de az egyén genetikai adottságai is hatással lehetnek a betegség kialakulására. Veszélye az életkorral együtt is nő. A merrák az egy olyan típusú rák, ami tapintható, tehát legalább azokban a ráktípusokban kellene előrelépéseket elérnünk, ami viszonylag egy egyszerű vizsgálattal, önvizsgálattal, vagy egy egyszerű szűrővizsgálattal kideríthető. A merrák kapcsán egy viszonylag jó és bejáratott szűrőprogram van, 50 év fölött a praxisomban is a hölgyeket hívja egy országos rendszer. Egy behívót kapnak, egy meghívót és egy időpontot, amivel megjelenhetnek a mammográfiás állomáson, és egy emlőrák szűrésen vehetnek részt. A kormány évente 500 ezer meghívót küld ki a veszélyeztetett csoportba tartozók számára. A szűrésen való részvételi arány azonban 45%-os. A szervezet emlőszűrésre a 45-65 év közötti nők 2 évente kapnak beutalót. A program indulása óta több mint 9000 rossz indulatú daganatot fedeztek fel, írja a medicalonline.hu. Országos átlagban a 45% a részvételi arány, itt Szabolcsban ez viszonylag jobb az adatok szerint, de még mindig azt lehet mondani, hogy nagyjából behívott pácienseknek csak a fele jut el vizsgálatra, és ezzel gyakorlatilag egy elég nagy hányat kiesik a rendszeres szűrővizsgálatból. Erre is a merrák szűrésére és a ményakrák vagy egyéb más nőgyászati ráktípusok szűrésére is az a tanács, hogy 50 év felett azért legalább 2 évente érdemes volna a nőgyászhoz eljutni, illetve a mammográfiás vizsgálatra, hiszen ezek olyan ráktípusok, amik időben vizsgálatra kerülve, időben felfedezve jó eséllyel gyógyíthatóak. Fontos kiemelni azt is, hogy bár a mellben talált daganatos megbetegedéseket női betegségnek titulálják, a férfiaknál is kialakulhatnak. Ez az esetek mindössze 1%-a, azonban jellemző, hogy ők már a betegség egy előre haladott stádiumában fordulnak orvoshoz.